Nyilván az országban történt tragikus események miatt is a vártnál kevesebben láthatták a Becskereki Zeneiskola hadtehetséges növendékének a fellépését a Múzsai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület székházában. Ne iniciatívu svog sina, koja želeo silno da svira za Anitu, njegovi drugari iz škole su se istog momenta priključili akciji. Ono što moram da napomenem, ovo nije prvi put da muzička škola i đaci muzičke škole Zrenjanina svoj novac od donatorskih i humanitarnih koncerata usmeravaju na potrebe pomoći dece. A kezdeményező a zene, de harmadéves tanulója. Ja od malena sam uvijek učestvovao na humanitarnim koncertima, bilo šta da je humanitarno, jer verujem da svi zaslužuju pomoć. Ovo sam dobio ideju pre, kad sam saznao da je niti hitno potrebna pomoć za lečenje, za operaciju koja ju uskoro sledi, a nema dovoljno novca. A becskereki zenede tanulói úgy döntöttek, hogy a korábbi hangversenyeiken összegyűjtött pénzt a belgrádi opera bemutató helyett Páger Anita műtétjére fizetik be. Az iskola diákjai, akik a diákparlamentban vannak jelen, már többször szerveztek ilyen koncertet, úgyhogy ez nem az első alkalom, és az eddigi koncerteket összevéve összesen 58 ezer dinárt fizettünk be Anitának. Anita műtétjére 16 millió dinárt kell összegyűjteni. Az összegnek mintegy 35%-a gyűlt össze. Közben készülődnek az entai jótékonysági rendezvényre. Futóverseny lesz, és az a cél, hogy 400 méter Anitájé ki, mivel gyalog, futva, babakocsival, séta, és a zentai atlétika pályán kell egy kört lefutni, lesétálni, lebabakocsizni. Anitáért gyűjtés folyik a Budi Humán Jótékonysági Alapítvány keretében is, ahova az 1425-ös kódot kell elküldeni SMS-ben a 3030-as telefonszámra.